panelek a Józsavárosban, sok már fel van újítva. A szigetelés és nyílászáró cserék azonban nem feltétlenül járnak együtt a liftek javításával vagy cseréjével. Pedig időnként erre is szükség lehet, főleg azoknál, amelyek már a 30-as, 40-es éveiket tapossák. Bár digitális kijelzője és hívótablója nem erről árulkodik, ez egy régi felújítás előtt álló szerkezet. Augusztusi sajtóhírek szerint országosan minden ötödik felvonó megérett a cserére. A 10 évnél fiatalabbakat évente egyszer, az idősebbeket évente kétszer kell ellenőriztetni. Ilyenkor üzemeltetés és biztonságtechnikai szempontból is megnézik ezeket. Ha az ezt végző szakemberek úgy ítélik meg, leállíthatják a lifteket és cseréjüket is elrendelhetik. A szabványokban ugye így nincs benne, hogy mikor kell kicserélni egy felvonót, viszont a elhasználtság szerint olyan 20 éves felvonókat érdemes alaposan felülvizsgálni, és utána megállítani, hogy mi az, amit ki kell cserélni. Egyrészt a rendelet változásból eredőleg, mert ugye minden újabb szabvány szigorít bizonyos dolgokat, főképp biztonságtechnika irányába. Mint a felvonó szövetség elnöke hozzátette, folyamatosak ugyan a felújítások itthon, de nem olyan mértékűek, mint kellene. Persze mindez nem is olcsó mulatság. Elmondása szerint, ha mindent felújítanak egy felvonónál, már majdnem ott járunk, mintha cserélnék azt. Az újabb korszerű hajtással és mágneses motorral rendelkezők ráadásul energiahatékonyabbak, így működtetésük is kevesebb pénzből kijön. Az akár egy hónapig is eltartó komplett liftcsere egy 10 emeletes házban több mint 10 millió forintba is kerülhet. A javítás azért ennél lényegesen olcsóbb. Egy olyan felújítást, ami a jelenlegi jogszabályok szerint már megfelelő, itt különösen itt a biztonsági berendezésekre vonatkozóan vannak nagyon szigorú jogszabályok, ezek is azért 2,5-3 millió forintba kerülnek. Tehát mi már 2015-ben felhívtuk a liftes házaknak a figyelmét, hogy erre azért időszerű nagyobb összeget elkülöníteni, hogy amennyiben ezek elő fognak fordulni, már pedig nem nyilván az évek előre haladtával előfordulnak, abban az esetben a megfelelő pénzeszköz rendelkezésre álljon, és hál' Istennek azért ezt meg is fogadták többnyire. A lakszövállományában lévő 250 nyíregyházi épület közül 40-ben működik lift, összesen 46. Javításokon mindegyik túlesett már, 5-öt újítottak fel részben, 8-at teljes egészében. Van olyan is, ahol komplett liftcsere történt, ugyanakkor van, ahol a liftkavi megmarad, de minden más főelemet cseréltek. Idehaza egyébként nagyjából 40 ezer lift vagy felvonószerű eszköz, például mozgó lépcső működik. Évente átlagosan 800-at állítanak üzembe, ugyanakkor 4-500-at ideiglenesen vagy hosszabb időre le is állítanak.